Szia, Kósa Ádám vagyok. A következő hálózatos képzés egy komplexebb téma második része, tehát az előző alkalom folytatása. A téma az irodák összekötése, illetve a vendéghálózatok biztonságos kialakítása volt. Ennek a témakörnek az előző alkalommal ment le az alapozó része, ez az, ami az irodák összekötését érinti, illetve ami nem alapozás volt, az a vendéghálózatok kialakítása, ezt teljes mértékben kitárgyaltuk. A soron következő alkalommal, az utóbbival már nem is fogunk foglalkozni, csak is és kizárólag a hálózatok titkosított összeköttetésére fogunk fókuszálni. Természetesen nagyban építünk az előző alkalommal elhangzottakra. A múltkori alkalommal egy új platformon tartottam az előadást, ez a platform egyelőre marad, nyilván a technikai hibákkal a megfelelő emberek foglalkoztak időközben, így várhatóan semmi nem fog zavarni minket. A múltkori alkalom felvételről ment, a következő élőben fog menni, tehát nem koncertet fogsz nézni. Határozottan kihangsúlyoztam a múltkori alkalommal, hogy melyik fejezet az, amelyik megalapoz a most következő oktatásnak, így amennyiben már hozzájutottál a megvásárolt videóhoz, javaslom, hogy ezt a részt pörgesd át megint. A labor, amiben dolgozni fogunk, szinte teljesen ugyanaz lesz, mint a múltkor, a beállítások is többé-kevésbé azonosak. A mögöttes logika sem változott, tehát mind az IP címzési terv, mind az interfészek felhasználása ugyanolyan indítatásból és ugyanolyan módon történik. Miután a soron következő alkalom, tehát a második rész, tele van izgalmas és szerintem rendkívül érdekes dolgokkal, nem akarom azzal húzni az időt, hogy ott ismételgessünk dolgokat, ami mindenki másnak nyilvánvaló, aki az első részen ott volt. Ebben a rövid videóban szeretném kiemelni azokat a dolgokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy fel tud venni a fonalat, ha csak a következő estére üsz be mellém. Építettünk egy labor tehát, ezt fogjuk használni, most már nem fogunk pepecselni az építkezéssel, túl drága az időnk, és sokkal színesebb témaköröket szeretnék érinteni. A vendéghálózatról már nem lesz szó, mindent, amit érdemes volt elmondani róla, ezt szerintem megtettem. A fejezet, ami megalapozott a következő estének az összeköttetések hogyanja címet viselte, ezen belül beszéltünk a különböző összeköttetési módokról. Ideiglenes vagy permanens, fizikai vagy virtuális, ha fizikai, akkor milyen lehetőségeink vannak a piacon, ha logikai, akkor milyen lehetőségeink vannak nekünk magunknak. Összehasonlítottam, csak így nagyjából, árban, komplexitásban mindkét megoldást, rájöttünk, hogy a skálázhatóság igen-igen fontos kérdés tud lenni. Megnéztük, hogyha csak eszetlenül nekiállunk OpenVPN-ezni, váratlanul megnő az irodák száma, a logikától függően vagy menedzselési problémába futunk, vagy sávszélesség problémába futunk. Megértettük azt is, hogy ez nem a konkrét technológiából következik, tehát mind a sima GRE, mind az OpenVPN esetén ugyanazok a limitációk vannak, ez ugyanis a pont-pont kapcsolatok sajátja. Megnéztük, hogyan csinálják a szolgáltatók az összekötést, illetve hoztam példákat arra, hogy ha intelligensen akarjuk csinálni az összekötést, milyen lehetőségeink vannak elméletben. A routerek konkrét konfigurációja során megnéztünk, mit kell ténylegesen csinálni, hogy az irodáink összekötődjenek. Külön kihangsúlyoztam, hogy semmi Cisco specifikus ebben nem volt. Minden technológia, amit használtunk, elérhető ingyenesen Linuxra is, Windowsra is, és bármilyen más oprendszerre is. Még a logikailag helyes vendéghálózati megoldások is elérhetőek Linux alatt ingyenesen. Tovább fogunk lépni most, és a titkosságra fogunk fókuszálni. Ugye a múltkor az összeköttetés alapjaira fókuszáltunk, ezen nyilván most túllépünk. Mivel Cisco eszközöket fogunk konfigurálni, és a kulcsszavak önmagukban is feltételeznek kriptográfiai alapismereteket, mint például a DH kulcscsere protokoll ismerete, szánni fogunk időt ezek átismétlésére is. Igyekeztem őszintén a tőlem telhető legszínesebb módon megtervezni az oktatást, életszerű példákat hozva, játékosan átvezetni azokat is a kriptográfia elméleti útvesztőjében, akiktől a matematikai alapok különösen messze állnak. Sokat gondolkodtam, hogy milyen megközelítéssel tudnám az ő figyelmüket is lekötni, és végül azt hiszem sikerült olyan módon felépítenem az oktatást, hogy a többség észre sem fogja venni, milyen komoly matematikai igazságokat fogunk észrevétlenül leküzdeni. Azt is megmondom, miért tartom fontosnak ezeket az alapokat. Egyrészt, mert hihetetlen módon segíti a konkrét konfiguráció megértését és elemzését, de tényleg.
másrészt pedig azért, mert minden energiámmal azon leszek, hogy ne az olyan pistikék számát gyarapítsam, elnézést az Istvánoktól, akik 7 sort meg tudnak egyezni ahhoz, hogy működjön a VPN, de fogalmuk sincs azok jelentéséről. Elsődleges célom, hogy hibát tudják keresni a saját rendszeredben, ezt pedig csak is és kizárólag elméleti tudás birtokában vagy képes megtenni. Másodlagos célom pedig, hogy ha valaki egy fórumban beírja, hogy nem megy a VPN, akkor értelmesen tudjál hozzászólni. Ki nem állhatom azokat, akik bemásolják a sajátjukat, hogy nekem ez megy, nem tudom miért, de másold le. Te, aki részt fogsz venni a következő képzésen, nem lehetsz ilyen. Nem fogom engedni. Szóval a titkosítás útvesztőit követően visszatérünk a skálázhatóság problémájához, és ez lesz az a pont, ahol felhasználjuk a múltkor szerzett tudást. Ismét vissza fognak jönni a tunelek, de másképpen, és ez lesz az egyetlen olyan pont, ami Cisco specifikus, minden mást, bármilyen más platformon is meg tudsz csinálni magadnak, végig RFC szerinti protokollokkal fogunk dolgozni. Ezt az utolsó rész leszámítva. Van még időd? Ha gondolod, a DevOps Akadémia oldalán megtalálod a kis videót a múltkori képzésről, amiben azt néztem meg, hogy meddig tudunk eljutni pakettrészerben, nem sokáig, illetve természetesen, ha nem tetted még meg, megvásárolhatod a teljes képzés anyagát, és mellé nyilván megkapod a szlájdokat is. Tarts velem a következő alkalommal csütörtök este, hiszem, remélem, hogy olyan képzést sikerült összeraknom, ami egyszerre széles spektrumú, de ugyanakkor egészen elképesztő mélységben ismerteti meg veled a VPN titkosítást egy hihetetlenül gyakorlatias oktatáson.